Radó. Balajdi próbálkozik egy lövéssel, Borsos fogja. Első valamire való próbálkozás. Lekészítés Kanalosnak, Lidauszkival szemben. Hidi elugrik, és egy csavarás. Nem találja el a kaput a vendégek nyolcasa, Szatmári. Szilágyi. Balajdi. Négy ember között veszi át, Szilágyi. Hidi középen viszont teljesen üres. Radó, Balajti, Pátkai, fejbe lövi az egyik védőt, dobhat a Vasas. Szép a kényszerítő, Balajti kapja vissza, ami mindig jó. Radó átverekszi magát, elesik, de néma marad a síp, nincs 11-es. Most viszont van egy lövés Balajtitól, Borsós véd. Érkezik a labda, figyelni kell, középen van egy fejes. Nem találta el a jobb alsó sarkot. Ha jól láttam, Kárász volt az, aki bólintott. Szabadrugás a Vasasnak. Litauszki. Micián. Pátka egyből külsővel, egy nagyon jól ad a Radónak, óriási lehetőség, és Borsos lábai között megszerzi a vezetést Radó, és dicsérjük meg Pátkai Mátét is, aki fantasztikus gólpasszt adott jobb külsővel. Radó pedig higgadt volt, és megszerzi 12. gólját a bajnokságban, már csak egy gólra van a 13-tól, amellyel NB1-ben gólkirály volt előző szezonban. 35. percben tehát vezet a Vasas 1-0-ra. Szilágyi adja most be, Balajti elől kicsúsztatják, Szatmári begyűjti. Pattogós lövés, Borsos véd. És a feljutás szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos győzelem lehet. Hoppagy közben! Radosnak alig volt munkája, így aztán még nagyobb extra teljesítmény tőle ki tudta tolni a jobb alsó sarokból ezt a fejest. Belül megy a helyezkedés, szerencsi tehát. Érkezik a labda, és egy fejelés, és a léc hárít. Riaskó volt az, aki rá tudta bólintani. Pátkai, Radó, Pátkai balján, Szatmári előtte Radó, beadja neki két ember közé, és ez nem labda volt Kárásztól. Mi lesz ebből? 11-es? Büntetőt ítél a játékvezető. A kiugró Radót csak szabálytalanul tudta szerelni. Kárász, és kapni fog egy sárga lapot is. A labda mögé viszont Balajti Ádám áll. Ő szerezheti meg a Vasas második gólját a mérkőzésen. Szorványos reklamáció a vendégszektorból a játékvezető felé. A 11-est illetően, és akkor nézzük Balajti Borsossal szemben, mire megy. Balajti nekifut, és higgadtan a bal alsóba gurít, és megy a pacsi Radónak. Nem volt vita köztük, hogy kivégzi el a büntetőt. Balajti 11-esével tehát most már Vasas dorog, 2-0. Pátkai. Úgy veszük neki, meg van két gólpassza. Ez nem volt kéz. Szerencsi. Litauszki jön határozottan, Szivacski bent tartja. Pátka jól veszi észre, hogy Szatmári beindul. Jó is a labda, ráhullik Szatmári lábára, középen Balajti. Radó is ott van, egy lapos lövés, és nem találja el a bal alsó sarkot Radó. Továbbra is a hazaiak mezőny fölényét élvezhetjük, és van már két Vasas gól is. Radó kivette a részét eddig a találatokból alaposan. Litauszki ott nem nagyon szabad eladni. Aztán ebből lehet egy jó indítás. Szatmári szedi le a labdát. Balajti. Szatmári. Pátkai. Sie.
Laposan középre, hát többen is érkeznek. És elképzelhető, hogy Balajti elrúgta a labdát Pátkai elől. Nincs meg a harmadik vasas találat. Radó. Balon érkezik két ember is. Szatmári volt jobb helyzetben, de aztán megtolja túlságosan Pátkai. Egy laza emelés. Azonban Belényesi fejjel véd. Szatmári. Csúsztatás, és ott a harmadik gól. Vicián csúsztatta be szépen a bal alsó sarokba a labdát. 72. percben 3-0 már a hazaiaknak. Meg volt a fejes. Lénárd bólintott. Nem volt azonban annyira veszélyes.